készülődéssel és főzéssel indult a szombat reggel a Sóstói Múzeumfaluban. Többek között slambuc volt a menü a pásztor ünnepen. A kultúra képviselői közül szép számmal érkeztek a Hortobágyról. Korábban ugyanis a biharitájon készült javarészt a slambuc, de egy másik kedvelt ételüket, birkapörköltet is főztek a vendégeknek. Első alkalommal 2020-ban szerveztek pásztorforgatagot a skanzenben, azóta szerves része ez a nap a Sóstói Múzeumfalu rendezvényeinek. A Múzeumfaluba debreceni táncosok érkeztek, a déli harangszó után kezdődött a második nyírségi csergetés. Eközben skanzenmozi, pásztorételek, falusi vásár és kézműves foglalkozások várták a látogatókat. Az időjárás is kedvezett a Sóstói Múzeumfalu rendezvényének. Szombaton igazi indián nyár fogadta a Nyíregyházára érkezőket. Októberben van Szent Vendel napja, ő a pásztorok védőszentje. Ezért is időzíti a skanzen erre az időszakra a pásztorforgatagot. A pásztorok között rend és fegyelem volt, szoros munkamegosztásban dolgoztak. Október a számadás hónapja a pásztorok életében, hiszen a gazdasági év zárásával azt mondták, hogy az az igazi pásztor, aki tisztességgel elszámol a jószággal a gazdája felé. Ennek alkalmával Szent Vendel napja környékére szoktuk meghirdetni mi is pásztorok ünnepét, hiszen védőszentként tisztelik itt a nyírségben. Természetesen a pásztor, a pásztor társadalom nagy tisztességnek örvendett a falu közössége részére is, hiszen ők voltak azok, akik az állatokkal, a természettel egyesülve nagyszerű közösséget alkotva a létfenntartás egyik részét biztosították mindannyiunk számára. A pásztorok a jóléti társadalomban, a városközpontokban nem igazán fordulnak meg, így mondhatni a 24. órában lépett a kultúrájuk bemutatása, tette hozzá Kácsor Ignác Gabriella. A Sóstói Múzeumfalu igazán eredményes évet zár 2023-ban is. Rengeteg programmal, kiállítással várták a látogatókat idén, illetve hátra van még egy nagy rendezvényük. November 11-én a hagyományos Mártonnapi vigasságokra hívják az érdeklődőket. Az idény záró programot ismét a libáké lesz a főszerep. Már a középkortól lakomákat rendeztek Márton napján, a hagyomány pedig úgy tartja, aki ezen a jeles napon libát nem eszik, egész éven át éhezik. A szezon utolsó nagy rendezvényén libás ételekkel és újborral készül majd a Sóstói Múzeumfalu.